magas nyomású vízzel tisztítják meg Melokkó Miklós alkotását, a Mátyás király emlékművet. A kőfaragó mester azt mondja, a munkát a szobor állapotának felmérésével kezdte, és csak azután mosta le. Nyakaspál hozzátette, nem volt szükség az emlékmű javítására. Úgy kezdtük, hogy csináltunk egy felmérést a szobor állapotáról, a kompozíció állapotáról. Hál' Istennek komolyabb problémát nem találtunk, így az előzetes terveknek megfelelően elegendő lesz a szobornak a magas nyomású letisztítása, majd el fogom látni egy impregnáló vízlepergető réteggel, ami megóvja a lerakódásoktól. A tisztítást fölülről kezdik a szakemberek, és a mosás után egy vízlepergető réteget kap majd. 8-10 évenként érdemes azért rájuk pillantani, mert a mészkőben előfordulnak esetleges repedések, zárványok, amiket aztán egy nagyon egyszerű művelettel lehet javítani a helyszíneken. Itt még ezt sem kell alkalmazni szerencsére, ahogy mondtam, egy tisztítás, néha egy impregnálás, vízlepergető réteg, és akkor nagyon hosszú ideig látványosak tudnak maradni. A szobor tisztítása várhatóan 2-3 héten belül befejeződik.